akkor jövök ide, nem jönnek. Jó, akkor mindegy, akkor csak így fogom csinálni, még az is lehet, hogy a lábamat is fel fogom rakni. Hoppá, St. Patrick's Day. Obégat mindenki, mint az albán szamár. Már elment a rendőrség. A rendőrség tömegekben ment el. Mekkora buli? St. Patrick's Day. Azt a de k***a jó. És ennek este 9-kor vége? Hát ez jó pofa. Ez jó pofa. Jó pofa. Jó pofa. Azt mondod? Az ott az Itakapolis. Itt van egy rendőrautó, ebben az utcában áll még kettő, és az ezzel kereszteződő utcán állt négy itt a házunk előtt. Két sheriff, meg két university police, ez pedig ugye a városi rendőrség. Menő volt a tegnapi buli, igaz? Itt menő volt a buli. Másik, ahol még menő volt, az ez az utca. Tudnunk kell, hogy iratkozz fel, lájkold a videót és állíts be az összes értesítést. Nem már. Nem én duhajkodok, hanem a szomszédban az van, hogy nagyjából 300-an bulit rendeztek, és elég nagy buli volt, úgy örültem, hogy a ház az nem dőlt össze, az az igazság, mert az erkélyen álltak. Nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen fa erkély mennyit bír. Nem? Mondjuk meg őszintén ennyi ember, meg azt az idét föl a tetőre, ugye az erkélynek, a erkély fölött volt egy kis tető, arra fölhálltak. Meg a tűzlétrán végig, mint a kis galambok, a, igen. Meg a veretek. A tűzlétrán is, tehát azt néztem, hogy ezek a jó állapotban lévő tűzlétrákon, igen. Na jó, tehát, hogy mai alkalommal ugye arról beszélnénk, hogy azért, hogyha valaki Amerikába jön, akkor azt látja, hogy van egy nagyon-nagyon komoly különbség a között, amit az ország elad magáról, és a között, ami egyébként mögötte van. Nem? Tehát, és ez olyan érdekes itt is, amikor ez ugye fölmerült legutoljára az egyik videóban, akkor ott is mondták, hogy jó, hát mit tudom én, költözzek, nem itt kell élni, hanem Brooklynban, és akkor ott könnyebben bevásárolsz. A helyzet az, hogy én például laktam Brooklynban, és az az igazság, hogy én kedvelem New Yorkot, és itt is teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ez egy inspiráló város New York, de egyébként azért Brooklynra sem mondanám azt, hogy az a hely, ami ezért. Tehát igazából az is egy hát nem egy igazán jó hely. Tehát amikor mondjuk ott kinéztem az ablakon, akkor ott ilyen rohadó ászfalakat láttam ott is. Egyébként olyasfajta szegénységet láttam, ami Európára már nem jellemző, tehát ilyen harmadik világbeli, stb. És aztán arra gondoltam, hogy akkor csináljunk egy videót erről. Jó, de abban a kommentben volt még egy dolog, hogy ilyen lesajnáló módon, hogy a szegény kelet-euró, hát akkor menjünk haza. Én egyébként, tudom, hogy furán hangzik, sok szempontból gondolom Magyarországot fejlettebbnek, mint az Egyesült Államokat. Igen, igen. Tehát ha azt nézzük meg például, hogy a születéskor várható élettartamunk szinte stimmel, csak nekünk ez nem évi 8000 dollárba kerül, igen, fejenként, hanem 1000-be vagy 2000-be, tartunk ugyanott, igen, negyed annyi befektetéssel. Vagy mondjuk ugyanez, mint amit mondtál, nem, hogy attól, tehát az életkor, nem, hogy itt én 12 év különbség van, ugye, a között, hogy valaki milyen státuszú, tehát mit én most felső... Most már a várható élettartam, igen. Tehát, hogyha mit én alsó közép... Nem, az alsó a legszegényebb és a leggazdagabb között, nagyjából 13-14 évnyi várható élettartambeli különbség van. Tehát igen, igen. Ez 20 évvel, 25 évvel ezelőtt 5 év különbség volt. Uh-huh. Tehát két és félszer annyi. Igen. Hogy ugye ez az, hogy tényleg azt szokták mondani, hogy hát, hogy nagy ország, és akkor sok a szegény, és sok a gazdag is benne. Ugye neked tényleg vannak mindenféle adatai. Van egy nagyon jó kis díjasorom, de most már csak azért sem fogom megmutatni. Szóljatok, hogyha szeretnétek látni azt a díjasort, mert akkor leültetem, és akkor majd beszél a díjasorról. Egyébként ez vicc nélkül, ha érdekel, akkor ennek van azért, amiről ma beszélünk, egy ilyen tudományosabb oldala is. Tudunk egy olyat is csinálni. Hogy azért ez nem feltétlenül így volt. Tehát az, hogy mondjuk a középosztály eltűnik, és hogyha megállsz egy amerikai városban, akkor ezt látod, az azért egy folyamat. Tehát ugyanúgy az is szerintem folyamat, hogy egyébként nem feltétlenül a nagyvárosból kapod meg azt, hogy Amerika milyen,
hanem hogyha mondjuk lejössz akár egy ilyen helyre, de még Ithaka sem feltétlenül az, hanem elmész mondjuk itt 30 kilométerre innen, és azt fogják mondani, hogy az, hogy itt óránként jár a busz, az szuper, mert egyébként nincs busz. Tehát, hogy ennyi. Tehát, vagy a közszolgáltatásnál, vagy ugyanez mondjuk a kórháznál is. Meg ugye tényleg itt, mondom, olyan érdekes, van, aki ide kommentelte, hogy hát Brooklynba kell menni. Hát az az igazság, hogy én ugye, amikor ott laktam, akkor láttam egy olyasfajta szegénységet, és ezt is már itt tök régóta el akarom mondani a saját vlogomon, ami nálunk így, ilyen formában nem létezik. Vagy legalábbis, ugye ezt szociológusokat kellene megkérdezni, de az a fajta szegénység, amikor ki se látsz egyébként a helyzetedből, az sok szempontból egy ilyen harmadik világbeli szegénység, ami az Egyesült Államokban létezik. Tehát, hogy vannak egy példát, állandó példám, szerintem te már nagyon-nagyon fogod unni, de amikor tényleg ez a kutya sétáltató embert néztem, Brooklynban folyamatosan ugye az van, hogy egy jó ember abból élt, hogy nyáron millió fok, ilyen egy szám műanyag gatyában ő sétáltatja a kutyát. És ilyen 10 kutyával ment egész nap föl alá, sütött a nap, tényleg fölül semmi, egy papucsban meg egy gatyában, és totál kiszolgáltatott lét, ugye azt csinálta, hogy egyfolytában harákolt és közben dohányzott, tehát hogy tényleg oké. Tehát hogy nincs ilyesfajta, tehát én azt látom, hogy létezik Amerikában egy olyan réteg, ami teljesen így van. Ugye itt is azt mondták, hogy na jó, de hát nézzük meg, hogy mennyi idő alatt veszel kocsit, meg mennyi idő alatt nem ennyire egyértelmű. Ugye itt a 40% az a szövetségi szegénységi szint alatt él, ami egy embernél 12 ezer dollár adózás előtt, kettőnél, hogyha így van a háztartás, 18 ezer. És hogyha megnézzük, te tudod, hogy mennyi az átlag amerikai bére, ami a medián bér, tehát nem azt kell hozzá. Nem az átlag. Hogy milliárdosok milliárdot keresnek. Tehát, hogy ami ugye pont a felénél van az összesnek, mondjuk így, az ugye a háztartásokra, ami 3 főt számol és 2 keresővel számol, adózás előtt 68 ezer, 67 ezer, egy főre pedig nagyjából olyan 36-37 ezer. És abból ugye mi ebből az adó? Nagyjából ugye, amit nem tudunk megmondani, hogy mennyi, mert ugye háromféle adót fizetsz a szövetségnek, fizetsz az államnak és fizetsz a településednek, de nagyjából egy ilyen 20% az, amit igen, még ebből le kell venni. Tehát az ötödét még elviszi az állam. És hogyha most bárki azt mondja, hogy hoho, hát de nálunk ennél több, igen, csak hoho, ebből a 20%-ból nincsen gomba egészségbiztosítás. Igen, bizony. Az még ezen felül jön majd igen, le, és ugye nem általában nem úgy néz ki, mint nálunk otthon, hogy 7000 forint, hanem úgy néz ki, hogy ugye ha van 2 kereső meg egy gyerek, akkor arra a családi csomag, az simán havonta egy 6-700 dollár lesz. Igen. Tehát, hogy meg tényleg arra... És ott még, bocsánat, ott még, hogyha elmegy orvoshoz, azért van egy ilyen co-payment, egy ilyen fizetés, és valamennyit még akkor neki zsebből bele kell rakni. Igen, tehát arról tudok beszámolni, hogy mit tudom én, az egyik megint csak hasonló szintű, mint Dedek egyetemnél az egyik barátom, aki dolgozik. Ugye professzori szinten ugye marha nehéz oda eljutni, tényleg ezt most nem akarom az egyetemi rendszerüket itt ismertetni, de tényleg, tehát de mondjuk ha fölvesznek kutatónak, akkor ő keres évente olyan 35 ezer dollárt, és ez egy elit egyetem. Tehát azért azok az összegek, amiket Magyarországon ugye elképzelnek, hogy egyszer csak kijössz és kasszát fúrsz, igen, van, aki kasszát fúr, én nem tagadom, nekem is van olyan ismerősöm, barátom, aki kiment, és egész jól keres. De azért nem kellene azt gondolni, ami így az emberek fejében van, hogy kijössz ide, és akkor itt a gazdagság ne továbbja. Jó, de szerintem ami nincs meg a magyar fejekben, hogy ugye itt két dologról beszélünk, és az a kommentelő, amit leírt, az tipikusan ez az amerikai álom. Igen. Hogy jó, de hát ha béna vagy, akkor menjél haza, de itt, ha ügyes vagy, azt megcsíped, vehetsz kocsit. És ez az amerikai állam, ez egy nagyon régi dolog a fejekben. Tehát ez olyan, mint nekünk, nem tudom, turániátok, vagy nem tudom, Mohács. Tehát, igen, hogy igen. Ez tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy az 1600-as évek eleje óta már az amerikai állammal hívogatták ki az angolokat, igen, a csóró angolokat. És a középosztály Amerikában az pedig egy 70-80 éves történet. Tehát elkezdi a Franklin Roosevelt ugye a New Deal-lel, előtte picit próbálnak már a századforduló után,
de azt ugye elviszi a világháború, meg elviszi a válság, majd próbál a Roosevelt, és ezt kevesen szokták tudni, de hogy a középosztály, mint olyan, az az Eisenhower, a Kennedy, a Johnson és a Nixon elnöksége alatt kezd jön létre és valamennyire stabilizálódik. Tehát mikortól mondjuk? Tehát nagyjából az 50-es évektől a 70-es évek közepéig van egy olyan időszak, amikor a középosztályosodás létrejön, amikor a nem csóró vagy nem gazdag vagy, hanem van egy tisztes, mondjuk úgy mondanánk, ugye, hogy tisztes polgári lét. Igen. És ez a munkásnak elérhetővé válik. Tehát a munkás például, ugye Eisenhower egyik nagy projektje, nem csak autópályákat kezd építeni, hanem ezek a suburban, ezek a külkertvárosi részek, ami ugye Denis Akomis, meg a született feleség, stb. Ebben látunk, ez akkor jön létre. És oda a munkás ember tud kiköltözni. Tehát életében először az amerikai melósnak normális emberi körülményei lesznek, a 70-es évek közepétől, de inkább a 80-es évek elejétől Ronald Reagannek nyik ennek ennyi. És az az érdekes, hogy ezt viszont így leöntik egy ilyen mázzal. Hány helyen hallottam, itt is valaki leírja, de képes ezt a hülyeséget leírni. De egyébként még a Gombos Edina is ezt mondta, hogy egy helyen, hogy hát, mert hogy ez hatalmas ország, azért van szükség ekkora bevásárlóközpontokra, nem? Ugye ezt a videónkat pontosan azért csináltuk, mert hát ez egy hülyeség. Azzal jönni, hogy mekkora ország, hát Európa meg 500 millióan vagyunk. Tehát itt vannak 300 valahányan. Tehát hogy tényleg azzal jönni, hogy azért van szükség, nem tudom, nagy bevásárlóközpontra, mert Floridában, mert hát Florida legnagyobb városa 1,5 millió, nem valahogyan így van. Tehát hogy tényleg tessék utána nézni. Tehát hogy ez nem feltétlenül indokolja azt, hogy egyébként monstre bevásárlóközpontot csinálj. Az indokolja, amit a múltkor leírtunk. Tehát ezek az élelmiszer sivatagos történetek, az sokkal inkább indokolja. Hát meg az indokolja, hogy a fogyasztás, a vedd meg, az vagy, amit megveszel, meg tudod tenni, ez is nem a 90-es, nem a 80-as, nem a 70-es, 1910-es évek. Akkor kezdik el a fogyasztást, mint a szabadságnak egyfajta megnyilvánulását, manifestációját így tényleg reklámozni, hogy szabad vagy, meg tudod venni, az Igen. vagy, amit megveszel, és az mind a te státuszodhoz hozzátesz. Amikor ugye ezt mondják, hogy nagy az ország, ugye mindig arra gondolnak, hogy nagyok a távolságok, és jó, oké, lakosságszámban a világ harmadik országa, területileg is baromi nagy ország. De ettől még ugyanúgy koncentráltan laknak együtt emberek, és pont azért vicces, mikor ezének nagy ország, miért nincs tisztességes vasút. Hát ennyi. Mert Európa is nagy, Kievből most jobbos bombáznak, eljutni Amsterdamig, hát az is nagy távolság, könnyű, és meg tudod csinálni. Nem csak Kievből jutok el Amsterdam, mert az két főváros, vagy ezért. Hanem eljutok, nem tudom én, itt van Itaka, Kecskemét, oké? Okay? Mondjuk Kecskemét egy kicsit nagyobb, vagy Szentes. De hát lesz ott vonat, Igen. vagy lesz valami közlekedés, vagy lesz valami elérhető közszolgáltatás, ami pedig itt nincsen. Igen. Vagy nagyon-nagyon-nagyon sporadikusan. Ez egy olyan dolog. Egyik barátom vitatkozik Vaderánnal velem. Ugye tényleg ez a tipikus, amikor Magyarországról kiszabadulnak Amerikára egy hétre, és akkor ők tudják, hogy mi van ott. Hogy New York milyen tiszta. Hogy hát igenis tisztaság van ott. És akkor mondtam meg, hogy ne, mondd már nekem, hát én ott laktam, ugye én Brooklynban laktam, nagyon sokat mentem Manhattanbe, mert ott volt az egyetem, ahol vendégkutattam, és Bronxban pedig rengeteget jártam föl. Tehát tulajdonképpen az egész New Yorkon így keresztül kasul. És sokat mentem. És ott például tényleg beleégett a szemembe, de egyébként a múltkori videómban is beleraktam egy csomó ilyen részt. Ott is azt csinálják, amit itt is egyébként, itt a szomszéd ugye így van telepakolva, ilyen nagy műanyag zsákok, kirakták, rengetegszer mindenféle állat, patkány, minden kirágta, és az egész utca úgyszemetes, ahogy van. És egyébként akár hetekig nyugodtan járnak ebben a szarban. Tehát, és ahogyan hallom, azóta se változott sokat. Lehet azzal jönni, hogy milyen rendben van, milyen civilizáció, de nem, az az igazság, hogy ezt a civilizációs szintet már bizonyos értelemben meghaladtuk. Lehet nem szeretni ezért, de bizonyos értelemben meghaladtuk.
Tehát egészen egyszerűen azért, mert az egy dolog, hogy van, mondjuk általában mi kukákba rakjuk már a szemetet, de egyébként ilyen nagyon fejlett országokban már szelektíven is rakjuk, tehát már rég el lehetett volna itt is érni ezt, és nagyon sok helyen már földbe sülyeztik. És a kampuszon szelektíven, tehát ott van kampuszon ugye a... szelektív? Hát ott van szelektív gyűjtésre lehetőség, uh-huh. Az, hogy úgy gyűjtik, de tudod úgy gyűjteni, ha akarod. Igen. Tehát ezek, és ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy én mondjuk az rosszat gondolnék Amerikáról, mert én szeretek itt lenni, meg tényleg hálás is vagyok nekik, meg nem tudom, meg támogatnak, meg mindenféle, és egyébként inspiráló környezet, stb. Csak azt látom, és engem azért ez eléggé dühít, hogy van egy ilyen imizs, és akkor jön a hülye ember, és ezt elfogadja, hogy hú, mekkora, tényleg, hát milyen nagyon menő. Hát az az igazság, hogy azért, mert azt az imidzset kapod. A Szex és New Yorkban nem fogják bemutatni, hogy New York jó része, hogy rohadt. Dehogy nem, hát abban vannak bizony, dehogy is nem látod a szemetet, meg a koszt, meg dehogy nem. Figyelj, ezek a legújabb, most én a legutolszó, egyébként borzalmas izéről, igen, nem a szexi, borzalmas izéről gondolok, abból azt fogod látni, hogy azt fogod gondolni New Yorkról, mintha az egy Genf szintű dolog lenne. Közelében nincsen, rendezettségben. Én csipem New Yorkban bandázni. A magyar társadalomnak az Amerikáról való benyomása az nem, szerintem nem elsősorban a Szex és New Yorkból jön, biztos van, akinek onnan is jön. Ezer és egy dologból, de hogy nekem az, inkább az a fura, hogy miközben szerintem ez egy szuper érdekes ország, elképesztő sokat lehetne tanulni belőlük. És belőlük lehetne tanulni, nem tőlük. Én nekem ezért érdekes Amerika, tehát én van, amiben tőlük is. Van, amit lehet tőlük tanulni, de sokkal többet lehet belőlük tanulni, mint tőlük tanulni, szerintem. Igen. Mit tudom én, ugyanez az állandó példám. Megyek, sétálgatok ott Manhattanben egy nap, marha nagy sor. Így bekanyarodik. Akkor a sor, hogy megy egyenesen, 100-200 métert bekanyarodik. Nézem, ezek hova mennek? És ez Manhattan, gyerekek, nem tudom micsoda. Kajaosztás volt. Tehát lehet úgy tekinteni Amerikára, hogy így kimész, és... vagy azt mondod, hogy a kajáig. Tehát lehet, ha bemész egy boltba, itt is mondta a jó ember, hogy egy perc volt a Walmartban. Igen, mert nek tök érdektelen, hogy mi van a Walmartban egyébként. Tehát, hogy nem fog többet fölvenni, ugye, ahogyan írtam is, hogy az út a fontosabb, mint a megérkezés. Tele van mindenféle junk cuccal. Tehát, hogy érted, ezt még be lehet mutatni, meg nem tudom. De hogy lehet azt mondani, hogy hoha, mekkora, vagy azt is lehet mondani, hogy így konkrétan az első három sor az ilyen szemétkaja, amit így ne egyél meg, mert bajod lesz. Tényleg ez egy ilyen teljesen differenciálatlan valami. Ugyanilyen példa. Bemész a Burger Kingbe itt, nem tudsz kártyával fizetni. Nem? De most komolyan. Bemész a Walmartba, a jó ember a pultok mögött állnia kell, a kasszánál állnia kell egész nap, mert nem kap egy széket, de amire leülhetne. De nem csak a Walmartban, az egyik élelmiszer, tehát az élelmiszerboltokban a pénztárosoknak nincsen székük, nem ülnek, hanem állnak. És egy idő után azt hittem, nem értettem, hogy megkérdeztem, és kiderült, hogy nem, ők a 8-10 órás műszakjaikat így kell, hogy végigtolják, nem ülhetnek le. Mindenkinek, hogy támaszkodik, meg minden, és biztos valaki kitalálta, hogy így 10 másodpercet gyorsabban végez, és akkor az mennyi haszona. Igen. A cégnek, hát ezt biztos nem lehetne megtanulni. Engem nem az zavar, tehát én nem gondolom azt, hogy hüde rossz ország, vagy bármi, egyáltalán nem. Ne értsük félre. Csak engem az zavar, hogy ez a fajta ilyen differenciálatlan hülyeség, amit egyébként sugároznak magukról kifele, és ezt úgy elfogadjuk. Nem kellene feltétlenül elfogadni. Tehát az, hogy mit én nálunk van, hogyha mondjuk valami baja van a kezemnek, vagy a nem tudom, valaminek, akkor el tudok menni Magyarországon egy orvoshoz. És nem kell attól félnem, hogy még rá kell fizetnem valamennyit az egyébként meglévő egészségügyi hogy hívják? Hát a tragédia az, hogy már otthon sem nagyon tudsz elmenni orvoshoz, mert olyan szinten szedik ki a pénzt az állami egészségügyből, hogy rohasztják le, hogy menjen magánba. Na, ha valamit meg lehetne tanulni az Amerikai Egyesült Államokból, az pontosan az,
hogy véletlenül, tehát ezt kéne mindenek előtt megállítani, igen. És nekem jöhet az összes liberális, vadkapitalista, individualista izé azzal, hogy a piac azt oldja meg, hogy tényleg, na erről rengeteg csárton van, de most nem mutogatunk, abban maradtunk, órákig tudnék erről beszélni, hogy olyan nincsen, hogy négyszeresébe kerül itt egy vakbélműtét a svájcinak, ami sokkal jobb egészségügy, mint az amerikai. Olyan nincsen, hogy $350 legyen egy adag inzulin, egy havi inzulin, ami Kanadában 30. Ugye most igen. A Biden mondta is a névértékelő beszédében, hogy a legalapvetőbb gyógyszerek igen. És gyógyászati eszközöknek az összegét valahogy stabilizálni. Tehát nem szabadna annak a hülyeségnek és hazugságnak bedőlni, hogy ezeket a piac majd mindent megold. Ne, ezt ne a piac oldja meg, igen. Mert akkor akinek nincsen pénze, meg fog dögleni. Igen. Akinek meg van pénze, az meg életben fog maradni. És ez egy nagyon nem fair megoldás. Igen. Ugyanen, és az egyenlőtlenségeknek és nem meritokratikus, tehát ebben nem igaz az, hogy de a piac az mindig az értéket. Nem, igen. A piac a kapcsolatokat, a jó helyen jó voltál jókor, a hozott előnyöket, nagyon amit a család, tehát a másik kedvenc csártom, amivel itt szoktam riogatni az adott órán, amikor ugye ezen végig megyünk a srácokkal az amerikai társamnak a szociális-gazdasági helyzetéről, az egy elképesztően riasztó adattábla arról, hogy a leggazdagabb családok leghülyébb gyerekei nagyobb arányban végzik el az egyetemet, mint a legszegényebb családok legokosabb gyerekei. Uh-huh. És ezt nagyjából úgy képzeld el, vagy úgy képzeljétek el, hogy a leggazdagabb családok leghülyébb gyerekei azok, akik mit tudom én, ilyen kettes alával leérettségiztek, de meg volt a pénz, ezért bevették őket egy olyan private university-re, ahol hát jó, oké, bekerül. Miközben a legszegényebb családok legokosabb gyerekei csillagos ötös, dicséretes, jeles, 100%-os emelszintű érettségikkel tolják. Kisebb arányban lesz diplomájuk, mint a hülyéknek. Mert nem a teljesítmény fog számítani, hanem hogy a szüleid, meg te mit tudtál pénzt belerakni abban a 3-5-6 évben. Igen. Most ezeket, tehát hogyha az egészségügyet és az oktatást valaki piacosítani akarja ilyen módon, attól menekülni kell, és annak nem szabad bedőlni. Ha valamit lehetne tanulni Amerikáról, akkor ezt ne. Ugye ami az egyik, amit olvastam, ez hogy az oktatásuk, persze az ilyen corner szintű helyek az egekben, mármint úgy, hogy az a világranglistákon, stb., mert iszonyat mennyiségű pénz mozog benne, de egyébként az általános iskolai oktatásuk az pedig nagyon-nagyon gyenge eredményeket produkál. Tehát, hogy nem is tudom, így valahol azt olvastam, de aztán persze ezt azért kezeljétek izéval, mert érted, ilyen adat, olyan adat, de hogy körülbelül ilyen Mongólia szintjén van a nagy általánosságban, ha nem magán izében, meg nem tudom, az ilyen-olyan menő helyre akarod a gyerekedet vitetni. Ami azért elég kemény. Ezt azt hiszem egyébként egy ilyen ENSZ adatnak, ha nem tudom miéből. Tehát, hogy valamilyen ilyen viszonylag jó helyen. Szerintem inkább OECD, nem, mert azok szoktak ilyeneket mérni. Igen, ilyen valamilyen OECD, ENSZ, valami, nem emlékszem a részletekre, de így tökre meglepődtem, hogy ezt hogyan lehet összehozni, de tényleg. Tehát a Land of the Free, Home of the Brave. És az oké, hogy utána az egyetemi rendszerük az olyan, amilyen, de azért nekem azzal is bajom lenne, hogy tényleg $60,000. Erre is azt szokták mondani, hogy kigazdálkodja, nem? De hát egyre inkább látjuk, hogy egyre nagyobb ez a buborék, ami ebből keletkezik, nem? Ezt te tudod hány trilliárd, mit tudom én mennyi? Én minden számot tudok. Te tudod a számokat, én meg úgy nagy általánosságban csak beszélek. $1,700 milliárd volt tavaly a diákhitel állomány, ami ugye két okból tragikus. Az egyik az, hogy ez a második legnagyobb hitelállomány az ingatlan hiteleken túl. Tehát a lakosságnak nyilván ugye az ingatlan hitel az ennél jóval több, az már 10 000 felett van, de ott ugye arra érdemes gondolni, hogy az előbb-utóbb mindenkinek lesz. Tehát, hogy az elterül a társadalmon. Ez a diákhitel állomány, ennek a nagy része a mai 20-tól 40 éves korig lévő generációt nyomja, és ez több ez a hitelállomány, tehát ez most már magasabb, mint a credit card. Most ez ugye, mint a hitelkártyák, és
A hitelkártyára való vásárlás Amerikában ugye egy nagyon alapvető vásárlási mód, tehát a hitelkártya adósságállomány ez itt alapból magas, mert hiszen mindenki ezzel vásárol. Igen. Ehhez képest a diákhitel az egy nagyon szűk társadalmi réteget érint az összamerikai társadalomhoz képest, akiknek ezt ki kell fizetni, folyamatosan nő az adósságterhük, egy olyan életszakaszban, amikor ingatlant kéne venniük, igen, amikor családot kéne alapítani, igen, amikor gyereket kéne vállalni, és annak a gyereknek kéne elkezdeni félretenni 0 éves korától, majd az egyetemi tanulmányaival pénzt, és azt fogják tudni mondani a alsó középosztálybeli családok, hogy gyerekem, te nem jársz egyetemre, mert mire leérettségizel, talán apunak a diákhitelét visszafizetjük. Tehát én ezt egy hócinikus érvelésnek tartom, és ne értsük félre, én is beszéltem olyannal, aki azt mondta, hogy ő egy gazdasági iskolát végzett, utána olyan munkát kapott, hogy tényleg nagyon masszívan keresett, 10-15 ezer dollárok, és gyorsan visszatudta egy-két év alatt a hitelét adni. Igen. Tehát vannak ezek a sztori, de azért azt ne gondoljuk már, hogy az összes sztori az ilyen. Tehát azért nézzük meg a nagy átlag mennyit keres, amit az előbb elmondtunk, és utána mondjuk hogyha jogász akarsz lenni, kitalálod, akkor 60 ezer, egy JD az 3 évig tart, tehát még arról, hogy hogyan jutsz el oda, tehát a BA-t arról nem beszéltem, de 180 ezer dolláros csak a tandíj, és utána még amit a tanulmányaiba bele kell rakni, és még az megelőző tanulmányokról nem beszéltünk. Tehát tényleg azt gondoljuk, hogy egy egyetemet 200 ezer dolláros adóssággal, amikor kikerülsz, az lenne a normális. Hát ez eleve generálja azt, hogy az elit az lesz az, aminek a gyerekei ilyen helyekre járnak. Hát igen, és ehhez vegyük hozzá, hogy ugye az elmúlt 30 évben a felső oktatásnak a költsége ugye az a leginflálódóbb. Tehát két dolog drágult nagyon, az egészségügyi szolgáltatások, annak így meredeken megy föl. És a felső oktatás, ugye a felső oktatásnak, ha jól emlékszem, az az adata, azt hiszem az elmúlt 25-30 évet nézte, több mint 500%-os volt az inflációja. Igen. Tehát ami azt jelenti, hogy ötszörösébe kerül, képzeljük el, hogy mit tudom én most, és ez ugye nem tényszerű értéken, hanem az adott évhez képest ugye a dollár értéken. Tehát, hogy ami tavaly volt, vagy ami 15 évvel ezelőtt volt mondjuk 100 ezer forintos tandíj, az most 500 ezer forintos tandíj. Igen. Vagy 600 ezer. Igen. Hát most már ez van, de nem volt ez mindig így. Tehát a Kissinger, a G.I. Bill-el tanult az egyetemen, de ezt mindig el is mondta, aha, ugye, mint katona volt, azt is azt hiszem a Truman, vagy az Eisenhower, a G.I. Bill, hogy a kis katonákat utána mehettek ugye egyetemre, igen, most is mehet, csak ugye nem a Harvardra, hanem majd valami kalitba adnak neki, igen, két évet, hogyha mondjuk szerződéses katonaként lejár az ideje, ezt nyújtja neki az állam, de hogy egyszerűen nem került ennyibe, vagy amit a Bob Putnam ír a könyvébe, hogy amikor ő egyetemre járt, akkor is volt tandíj, de 200 dollár volt egy szemeszter. Igen, igen. És 125 igen, dollár volt az egész tanévre a kollégiumi díja. Igen. És kigazdálkodható volt a családnak, meg neki, igen, magának az, hogy ezt tudta finanszírozni. Az a kemény, hogy szerintem már azóta, hogy én ugye felvételiztem ide még annak idején, és most, tehát ami mit tudom én, egy 10-11-2-3-4 éve, szerintem azóta is egy 10-15 ezer dollárt ezek az elit egyetemek így rátoltak a tandíjunkra. Igen, 30 év. Komolyan. Ha 30 év alatt megötszöröződött, akkor azt ki tudod számolni, igen, hogy akkor mit tudom én, minden 5. évben, minden 6. évben a duplája lehet. Igen. De akkor még olyan 50 ezer dollárokkal mentek. Most már, ahogy látom, 60 ezer. Mindig egy 20%-os, 100%-os növekedés. Nem vagyunk őszinték akkor, ha azt mondjuk, hogy ez itt nincs tematizálva. Nagyon sok könyv szól erről, és nagyon sok, hogy úgy mondjam, kutatás. Tehát ugye ez itt azért a közbeszédben benne van, hogy velük nagy baj van. Nyilván ennek magyarul sokkal kisebb irodalma, igen, van, amiből ez, tudom, ott van a Chomsky-nak az Requiem, egy amerikai álomért, ami megjelent magyarul például. De hogy ahhoz nagyon kell látni az egész amerikai politikai társadalmi szerveződést, igen, ami nagyon más, mint az európai.
Igen. Az egész állam, hogy te mit várhatsz az államtól, nagyon-nagyon másképp állnak ehhez hozzá. Nincsenek olyan hálók, vagy olyan védelmi intézmények, vagy olyan állami szerepvállalások, amikre te azt gondolnád alapból, hogy van. És ezért sokkal nehezebb szerintem itt életben maradni. Másfelől, és sokkal szabadabb vagy. Tehát az biztos, hogy sokkal egyszerűbb mondjuk iskolát létrehozni, vagy egyetemet alapítani. A Trump is csinálhatott egyetemet. Hát legfeljebb a digrie nem lesz ő sehova, de senki nem fogja neki megtiltani. Nem jön egy oktatási hivatal, aki azt mondja, hogy hát figyeljél, te ezt nem taníthatod. Akkor ne vegyek kocsit, hanem menjek vissza Kelet-Európába. Egyébként vehetnék kocsit, csak az a helyzet, hogy az Egyesült Államoknak a CO2 kibocsátása az a világ 10 legnagyobb izéjában van. Ezt is ma néztem meg. Igen. És a lakossága nem éri el a világ 5%-át. És ehhez képest a CO2 kibocsátása 10% fölött van. Igen, az egyik legszennyezőbb. Tehát milyen alapon szennyezi az amerikai társadalom a dupláját annak, ami neki faj, népesség arányosan járna. És erre nem az a megoldás, hogy akkor menjek haza, ha nem akarok kocsit. Pontosan. Neki se legyen kocsia. Jusson el arra a 20. századi szintre, hogy van tömegközlekedés. Ezek a jeepek, amikkel itt járnak a srácok, minden második, ezek olyan 15-20 liter tesznek. Ugyanis nincs joga ahhoz, hogy tönkre tegye a földet. És azért járnak jeepel, mert ekkora rugak vannak az utakon. Meg azért jár jeepel, mert nincs tömegközlekedés. És nincs tömegközlekedés, és nincs tömegközlekedés, mert úgyis kocsi van. Jár. Tehát, és ciki, ugye a tömegközlekedés ciki, tehát az, hogy alapból legyen 20, egy autót, hát ez úgy illik. 20 liter zavár a tank. Tehát, hogy is erre szerintem tényleg nem válasz értelmes ember részéről. Ugye én is nézegettem ezeket az adatokat, tényleg az egyfőre jutó légszennyezésben világ első, és egyébként az összennyezésben tényleg ők ketten Kínával versengenek, hogy mennyire tudják rendesen szennyezni a Földet. Hozzáteszem, itt valaki mondta, hogy már hogy Kínában jó a környezetvédelem, nem. Én sose állítottam ilyet, ezt valaki félreértette, hogy jó a környezetvédelem. Nézd meg a légszennyezési adataikat. Én azt mondtam, hogy dolgoznak rajta valószínűleg, és előbb-utóbb, ha dolgozni fognak rajta, akkor majd behozzák. De egyébként nem. És mondjuk itt is, hát nézd meg. Jó, tehát mondok még egy adatot, ha már én vagyok ma az adatfelelős. Élelmiszer szemét. Minden amerikai fél tonna szemetet egy évbe, fél tonna élelmiszer szemetet produkál. Épp ma, mint mondtam neked, hogy nézd a Walmartba, amiket tolnak ki, ha oda mennénk és mondanánk neki, hogy elnézést, a 40%-át ki fogja dobni. Igen, nézze meg inkább azt a... ne vegye meg. Nézze meg azt a döbbenet, idén, hogy mit dob, de az is döbbenet, hogy mit dobnak ki a menzán. Tehát, hogy pakolja meg a tányérját és megy a kukába. És megy ki a kaja, igen. Tehát, hogy ehhez nincs joga. Ez engem nem érdekel, hogy nagy a távolság, nincs joga tönkretenni a Földet. Tehát az, hogy Bolíviában azért tűnnek el a gleccserek és nincs ivóvíz. Igen. Mert ezek itt szennyezik a Földet, ez sajnos nem működik. Mert a fiúknak nincsen tömegközlekedése, meg útja. Érted? De hogy most, és akkor, és hát ez az, hogy ezt mondta is ez a kommentáról, az azért nagyon triggerelt élnek. Azt mondja, hogy hát mert nem ide kell jönni. Gyerekek, ez a világ egyik legjobb egyeteme. Tehát a Cornell 12. a világranglistán a sok ezer, sok tízezer, százezer egyetemből. Tehát ne csináljunk úgy, hogy én így véletlenül vagyok itt. Nem véletlenül vagyok itt, mert a Harvardra elmész, vagy a Yale-re, vagy a Princetonra, akkor nem véletlenül vagy itt, hanem azért vagy ott, mert itt vagy. Tehát tényleg ne csináljunk úgy, hogy hát akkor nem kell oda, hogy aha. Bocsánat, attól, hogy én nem jövök ide, attól ő nekik ugyanennyi autójuk lesz, ugyanígy szennyezik a Földet. És ugyanúgy, és ugyanúgy nincs joguk ahhoz, hogy lakosság arányuknál ilyen brutálisan magasabb arányban tolják ki a s**t, és dögöljön bele a világ. Abszolút, igen, igen, teljesen. De úgy, hogy mindent ráadásul becsomagolni, tehát a rágókat egyenként becsomagolni. A rágó be van egy ilyen kartondobozban, amit én vettem, Orbitot, kartondoboz, amin fólia volt nyilván kívül, igen. És a kartondobozon belül minden igen. Egyes kis rágó, kis ilyen szaniol papírba, vagy ilyen kis ilyen sejjel papírba, még külön be van csomagolva. Igen. Én ebben sokkal inkább azt látom, hogy tényleg a magyarok között vannak, akik teljesen ezt a fogyasztói ízét áhítják. Tehát egy ilyen, mint hogyha így éheznénk, vagy nem tudom, tehát mint hogyha mi ilyen izék lennénk, nem tudom, mi tényleg így éhen kellene halni, meg nem lenne kocsink, vagy nem tudom, tényleg. Tehát, hogy valahogyan így olyan szinten ránk szabadult ez a teljes fogyasztói nihilizmus.
tényleg, vagy nem tudnánk megvenni a telefont, azért kell egyfolytában nyomogatni most, mert holnap már nem lesz telefonunk, vagy nem tudom, tényleg. Tehát én ebben ezt látom, és ebben nincsen irigylésre méltó, ez enni lehetne értelmes. Jó. De akkor meséljük el a legvégén a legviccesebbet. Mit? Hát hogy jártunk a héten? Úgy jártunk a héten, hogy elmentünk. Hogy? Bemondom a titkost, jó? Hogy úgy kinéztem, hogy itt van egy sportbolt, na akkor családi őrületet letudjuk, NFL cuccok. Természetesen a sportboltban semmilyen NFL cucc nem volt. Volt mellette egy McDonald's, na menjünk oda. Hehe, ott nem szolgáltak ki minket, ugyanis csak a drive-thru, tehát csak ez az autós. Tehát tulajdonképpen, ha nincs autód, akár éhen is dögölhetsz Amerikában, egy effektíven, mert nem fognak a McDonald's-ba beengedni. Egy szimpla McDonald's az útszélén, és nem szolgálnak ki. Itt voltunk, és nem mentünk McDonald's-ban. Egy háza mellett egyébként, tehát az egyik ilyen nagyobb izé mellett. Nem mondjuk, azért ezt ki fogom bírni. Itt a mol. Baromi nagy sportbolt. NFL-ből semmi. Ez a híres mol. Így belülről. Hát igen, ez meg ilyen. Itt is van ám parkoló. Nem engem érdekelne, mert az is érdekelt, hogy ugye annak idején kisebb volt a McDonald's adag. Tehát a hamburger nagyon kicsi volt, ezért 2-3 menüt kellett enni. És engem az érdekelne, mert azt láttam, hogy a Burger Kingben már normális adag van, de hogy ez a verseny, ez egyébként hatott-e úgy a McDonald'sra, hogy nagyobb lett a menüje. És ez engem nagyon érdekelne. És remélem, hogy azért lesz lehetőségem megnézni vagy itt, vagy ha más nem, Newarkban, ha ahol átszánk, vagy valahol. Szurkoljatok, hogy tudjon enni. Téged is érdekelne, hogy még mindig kicsi. Emlékszem rá, tényleg annak idején... Nem érdekel. Bementek, és akkor tényleg, amikor ott ültünk, ott is volt egy ilyen szerencsétlen, egy ilyen hatalmas, nagy darab ember, és 3-4-5 menüt megrendelt az egész asztal előtte tele volt ilyen papír szeméthegyel. Tényleg olyan volt, az is így beleégett így az arcomban, és akkor így beszélgettem, nem is tudom, egyik barátommal, és akkor mondta, hát persze, mert hát szerencsétlenek az öröm, hogy eszik, vagy az az élmény, igen. De hogy azért létezik egy ilyen Amerika is, igen. Ami szerintem nem vezet jóra. Én azt gondolom, nem vezet jóra. Tehát tényleg. És ez attól teljesen független, hogy az Ivy League-es menzában mi a salátával nagyon jól el vagyunk, igaz? Igen. Hát én mindenkinek azt kívánnám, hogyha tud, akkor jusson el ide, nézze meg, de mondjuk a világnak még nagyon sok olyan helye van, ahova érdemes lenne eljutni. Én tényleg csak azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az az ideális, vagy az a követendő, ami... Nem kell ezeket a helyeket idealizálni, tényleg, nem kell. Egyébként hasra se kell esni. Tehát nem szükséges. Tényleg azt gondolom. Jól el vagyunk, de nem az. Oké. Innen folytatjuk. Szevasztok. Sziasztok. Szerintem, figyelj, nem, hát ezeket el akartam mondani. Hát most lehet mondani, hogy mennyi, 40 perc, majd valamit vágok rajta, de szerintem ez az, nem? Mi mondjuk a hálátlanok, hogy ilyeneket mondunk? Én nem vagyok hálátlan, én okosnak látszom ebben.